mert hogy már itt van velünk Mészáros Mária, a Zarándokpont egyik önkéntese. Köszöntünk sok szeretettel, szervusz! Igen, az a te mikrofonod. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Zarándokpont kiknek, ugye a zarándokok segítségére jött létre Magyarországon, milyen zarándokutak vannak, melyek azok, ugye talán itt a nagy-nagy zarándokutat, mondjuk a Mária útját, azt lehet, hogy jobban ismerik a kedves nézők. Igen, ez a magyarországi gyalogosan egyénileg járható kijelölt zarándokutoknak egy olyan közös pontja, ahol megtalálhatók ezek az utak, így a Mária út, a Gyöngyök útja, Szent Jakab út, Szent Márton út, Szent Erzsébet út képviselői vannak az ügyeleti időben jelen. Mivel foglalkozik a Zarándokpont? Miben tudnak segíteni a zarándokoknak? Akik elhatározták, hogy útra indulnak, akkor itt személyesen is kérhetnek tanácsot, beszerezhetik akár a zarándok útlevelet, a zarándokúti könyvet, de olyan, aki csak tervezi, hogy hívja az út, és még azt se tudja, hogy hol induljon el, azt is nagyon szívesen látjuk, mert itt lehetőség van olyan emberekkel beszélgetni, akik járják az utakat, saját tapasztalatuk van, és tudunk tanácsot adni. Akkor azt lehet mondani, hogy ez egy közösség? Akik akár egy zarándok út után visszajárnak, és mesélnek, megosztják egymással. Ilyen is előfordul. Volt ilyen, aki betévedt, és vagy olyan, aki még egy útra indul, és akkor bejön az irodába, mindig szoktunk mindenkivel beszélgetni, és elmeséli a saját tapasztalatait, élményeit, és ezáltal mi is gazdagodunk. A zarándoklaton ugye nagyon sok minden dolog történhet, úgy lelkiekben is, meg fizikailag is. Föl vannak-e készülve arra az zarándokok, azok az zarándokok, akik először jönnek önökhöz, és mik a leggyakoribb kérdések, mit kell tudni, aki mondjuk nem jártas az zarándoklatokban? Főleg gyakorlati kérdésekkel jönnek, tehát hogy érdemes beosztani az időt, milyen esetleg milyen felszereléssel. Tehát ezek a leggyakoribb kérdések, milyen etapot válaszol, hol tud zaván megszállni, milyen lehetőségek vannak. Általában ezek a kérdések, és ahogy beszélgetünk, úgy jönnek elő, hogy hát saját maguk kezdik el mondani, hogy most ők éppen egy olyan élethelyzetben vannak, hogy változtatni szeretnének, és ezért indulnak el útnak, és így indul el a beszélgetés. Tehát végülis maguktól mondják el, hogy esetleg miért indulnak útnak. És akkor ennek függvényében választják ki, hogy melyik zarándoklatot ajánlják önök nekik? Vagy ha most én pont bemennék önökhöz, és én még nem jártam zarándoklaton, de hogy bennem van egy vágy, hogy valahova szeretnék menni, és valamilyen élményben részesülni, akkor mi az, amit először nekem mondanának? Azt, hogy bármelyik úton indul el, akkor is mindegyikben nagy élményedben lesz része, és ugyanúgy a lelki töltekezés az minden úton megadatik. Tehát ez nem az út függ, nem hogy melyik úton indul el, annak a függvénye, csak induljon el. Ha tanácsot kérnek, akkor általában az, hogy a hosszától függ. Valaki nem mer vállalkozni egy 40 napos útra, de még egy két hetesre se, de vannak olyan utak, amit egy hét alatt is be lehet járni, akkor általában ezeket ajánljuk. És ezen kívül van olyan, hogy aki nem mer egyedül elindulni, és kérdezi, hogy hát van-e lehetőség, hogy valakihez csatlakozzon, akkor itt szoktuk tanácsolni, hogy a különböző utak szoktak szervezni csoportos utakat, és akkor ezeket ajánljuk föl nekik, hogy ezekhez csatlakozzon. De nyilván van olyan is, csak annyi, hogyha valaki egyedül szeretne menni, igen, és az melyik zarándoklat, aki mondjuk a magányra vágyik, és teljes lelki feltöltődésre egyedül? Egyedül, hát Szent Jakab út a Budapest-Lébény között, akár Gyöngyök útja Budapest-Mátra-Verebély-Szent kút között, a Mária útnak nagyon sok szakasza van már, hosszabb, rövidebb, tehát bármelyiket, Szent Erzsébet út, és mindegyik útnak nagyon szép útvonalakon megy, ami nagyon hozzásegíti ahhoz, hogy a lelki töltődésekhez is. És melyik a leglátogatottabb, ha van ilyen? Hát ezt így nehéz megmondani a statisztikát. Tehát, hogy nincs egy kiugró
Hát inkább azt mondom, talán a Szent Jakab út, ami itt a magyarországi, hogy azon, ezt csak abból tudom lemérni, hogy a Zarándok út levelet jönnek kiváltani, és akkor hát abból... De ez ugye a külföldi, az El Caminóhoz kapcsolódik, külföldi zarándoklatoknál is tudnak segítséget nyújtani, hogy mondjuk egy El Caminóra bármelyik útvonalra hogyan induljon, hogyan vágjon neki egy zarándok? Hát itt tudunk zarándokúti könyvet adni számára, illetve a zarándokút levelet ki tudja váltani, de az a tapasztalat, hogy aki oda készül, az már határozottan úgy jön, hogy ő oda szeretne menni, és akkor, tehát ők már eldöntötték, hogy azon az úton szeretnének járni. Hol találjuk meg a zarándokpontot? Hogyan vehetjük fel mondjuk a kapcsolatot önökkel, hogyha, ahogy Niki mondta, még soha nem járt zarándoklaton, amit amúgy nem hiszek el, de hogyan vágjunk bele, hol kereshetjük önöket? Hát egyrészt van egy honlap, ami www.zarándokiroda.hu, illetve személyesen a belváros szívében, a Párbeszéd házában, Horánszky utca 20, hétfőn, szerdán és csütörtökön 5-től fél 8-ig van ügyelet, ahol a különböző zarándokutak képviselői vannak jelen, és velük személyesen lehet beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk a helyszíni stúdiónkban.